Tegnap voltam a Mucsi havernál, az 100 000 éve már voltak ilyen sztorik, ez az, ami az előbb jót röhögtem. Ja. Gyerekek voltunk, még mindig úgy elmentünk a városba, hogy ugyebár kimenték 9-kor hajnal, 5-6-kor érté haza berúgva mind a vadállat. Az mindig az volt hajnal 5-kor a lényeg, hogy elmentünk valamelyik pékhez, azt vettünk, hogy hívják, kenyeret, tudod, meleg kenyeret. Azt a szülők örültek, mert mindig volt otthon friss kenyér reggel, amikor főkeltek, érted? Nagyon boldogok voltak. Azt itt az emlék iskola mellett, hogy hívták azt a pékhez? Ninai Rustem, ott bementünk. Azt, hogy hívják, állunk be négyen, de ez tegnap, amikor meséltek, majd főrobbant. Állunk bent így négyen. Ninai Rustem meg így kint áll, érted? Abban a tróger újatlan majcába, meg tudod, ez a fején az a pék sapka, meg tiszta liszt az alak. Stos bola. Kiszedte a, hogy hívják, mink ameddig a diszkóba táncoltunk a YMCA-re, meg erre az sütött, érted, végig. Egész reggel este hétfő, aztán hogy hívják, átottam, azt így még meg azt mondja, mit kértek meg minden, azt még meg tudod, úgy be voltunk lőve, mint az állt, az tudod, meg úgy áll, tiszta liszt, úgy el van, hogy mondd már, hogy mit kértek. Egyszer csak kint megáll egy autó, azt bejött egy manus, nyakkendő, minden, azt így odállt, azt mondja neki, kérek 2 milliárd zsetot. A nidájuknak így áll. Azt mondja, a burek ellen, így néz az arra. Azt mondja, a bali 2 sarokkal. Azt mondja, így fogta magát, bejött az autó, azt elhajtott. A minai így hát, meg mink is azt így néztünk egymásra. Én meghaltam. Megívott valami. Kicsit. Na, 21-én Adrenaline Tribute a Mojo-ba, ez egy szerdai nap. Mindenkit szeretettel várunk, úgyhogy lesz biliárdzseton, meg minden, úgyhogy ennyi. Sok meglepetés lesz, azt hiszem, everybody, egészségetekre. Ott a gyerekem, mondom, hogy olyan, ahol van. Kólika, így.